CVSC Vasas FC mérkőzés következik az OTP Bankliga NB1 harmadik fordulójából. Gyorsan meg is nézzük a két összeállítást, íme a hazaiaké, amely az elmúlt héthez képest mindössze egy helyen változott. Ami a Vasast illeti, semmilyen poszton nem változtatott Kuttor Attila az elmúlt héthez képest. Dzsudzsák beadása érkezik közben, Ferenci veszi merre, aztán vissza Dzsudzsák Balázshoz. Átveszi a jobb lábára, és gyönyörűen bemegy a 16-oson belülre, egy belült labda. Berec húzza vissza, Sana Gomez fejeli ki. Berec fel a levegőbe, Otikba van még ott. Aztán Kusnyír sem tud még felszabadítani, Hinora Hollenderhez visszakészíti lövésre, ott a lövés, Megyerinek is van most már védeni valója. Bárány közben szép csellel, aztán lekészíti Barátnak, Dzsudzsák jön, nincs lövés, csak lövőcsel, most a lövés, okosan, jóva véd egy nagyot. Megnézte Dzsudzsák és nem izomból lőtte el, megpróbálta eltekerni. Hát Jovának most aztán repülnie kellett a levegőben. Hidi. Van beinduló, és pontos a labda, jó az átvétel is. Érkezik a labda középre, Megyeri véd egy nagyot, ott a kipattanó, gól! Vezet a Vasas, Berec góljával. A 21. percben talán az első tudatos támadása volt a vendégegyüttesnek, amit végig tudott vinni, a védelem mögé került Sie, aztán a beadása ide-oda pattogott, és végül Berec találta meg. Itt az öröm angyal földi részről. Kuttor Attiláról ugyanez azért nem mondható el, hogy felhőtlenül örülne. A pályán egy kiállítás. Na nézzük csak még egyszer, itt van a labda, tovább perdül Iimbóról, jön Barát és jön Bárány, Barát eltalálja Bárányt. Igen, nyújtott lábbal előre, talppal. Ezt veszélyes játéknak minősítette a játékvezető, ezért tehát a piros lap Barátnak, és el is találja combon, térden. Emberelőnyben tehát a Debrecen, Dzsudzsák Balázs a labdával. Jön a beívelés rögtön, és a fejes. Ferenci próbálkozott. Közben Sós kap egy remek labdát, megvan az átvétel is, egyből középre. Szécsi érkezett volna, ha Iimbor hagyja. Jön az ívelés, Bárány helyzetben, és kijön a kapufáról. Aztán utólag emelkedik az ászló, tehát valószínűleg le sem volt Bárány. Ez itt hirtelen a semmiből jött ez a lehetőség, egy jó beívelést követően. Horváth jön a jobb oldal, Baranyai kérni, Horváth egy csellel, aztán még egy, most a lövés, kapufa ez is. Jóval lemaradt róla. Iimbort küldte el egy mozdulattal, és ez Jovától bement volna. Hollender mellett visszaveszi a bal lábára, aztán a lányes, Horváth kapásból mellé megy. Dzsudzsák, megint nézelődik Dzsudzsák, jobban is megpróbálja, meg bizony, Jovának kellett hozzáérni. Csapós ez, mert ugye azt gondolná az ellenfél, gondolom én, hogy Dzsudzsák jobban nem lő. A 67. percben jöhet az újabb hazai szöglet, és a fejes, ez is fölé megy. Egy Baranyai, Bárány mozog ki, és lerázza a védőt, Bárány zicserben mellé megy ez is. Szécsi aztán még azt mutatja, hogy talán le is passzolhatta volna. Hozzáért a kapus, hozzáteszem, de ahogy Bárány lefordult, az zseniális volt, és jóva védett nagyot végül, elsőre ez nem is látszott. Dzsudzsák néz fel, és jön a beívelés. Horváth megint egy csel után, a lövés, ez is szöglet, de hát most már gyakorlatilag egy kapuzik a Debrecen. Jobb lábbal a paszt, Neofitidis, most rontanak ki rá, hogy ne tudjon lőni, Románcsuk. Ő is inkább ível, Horváth érkezik a hosszú, ez is elmegy keresztbe. Méghozzá úgy, hogy még Dorian Babunski be is tessékelhette volna a kapuba. Jön egy újabb ívelés, jön Jova, Dorian Babunski, üres a kapu, gól! Jova Levente újabb hibájából kap, volt a Vasas. Na vajon a következő meccsen is az ő nevével kezdődik-e majd az összeállítás? Mellé öklözött gyakorlatilag.
a vendégek kapusa egy nagyon lágy, lassan érkező íverésre, és Dorian Babunski bekotorja az egyenlítő gólt. Horváth szerzi meg a labdát, és jön a beadás, Bárány ér hozzá, és mellé fejeli végül. Baranyai jelesik, így aztán Idik Farkas beadhatja, vagy kapura lőhet, fölé megy. Ebben a pillanatban lefújja Bogár Gergő játékvezető a mérkőzés, döntetlennel ér tehát véget a két veretlen, ám egyben nyeretlen csapat találkozója, és ezzel mind a két együttes a harmadik meccsén is csak egy pontot tud szerezni.